Köszöntöm Önöket, ez a Pannon TV híradója, Király Noémi vagyok. Március 24-e van Karina és Gábor névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap kiemelt hírei röviden. Virágvasárnap van, a nagy hét kezdete a keresztény ünnepkörben. A katolikusoknál ilyenkor kezdődik a nagybőjt utolsó legfontosabb hete. 25 éve ezen a napon támadta meg Jugoszláviát a NATO. A bombázások 78 napon át tartottak. Nemzeti gyásznap van ma Oroszországban. A Moszkva melletti Krókusz koncertteremben történt terrortámadás áldozataira emlékeznek. Megerősített védelmi készültséget vezetett be a szerb belügyminisztérium a bevásárlóközpontokban, a tereken és más forgalmas helyeken az oroszországi terrortámadást követően. Virágvasárnap van, a nagy hét kezdete a keresztény ünnepkörben. A katolikusoknál ilyenkor kezdődik a nagybőjt utolsó legfontosabb hete. A ludasi Szent Katalin templomban ma barkaszenteléssel és körmenettel egybekötött virágvasárnapi szentmisét tartottak. Ezt követően egy régi néphagyományt elevenítettek fel, villőzni mentek a ludasi lányok. Egy hét, mégpedig a nagy hét választ el minket attól, hogy a liturgikus évkörön eljussunk húsvéthoz, a keresztény világ legnagyobb ünnepéhez. Az esős idő ellenére megtelt hívekkel a ludasi Szent Katalin templom plébánia kertje. A virágvasárnapi szentmise énekekkel és barkaszenteléssel kezdődött. Ezután elindult a körmenet, majd a hívek bevonultak a templomba, ahol folytatódott a szentmise. Horváth Endre plébános kiemelte, két jelentősége van a virágvasárnapnak. A virágvasárnap jelzi azt, ahogyan bevonul a tömeg, ünnepelve, Jézust ünnepelve Jeruzsálembe, ugyanakkor azt is jelzi, hogy egy meghívás. Jézussal együtt járni a keresztúton. Ezért van az, hogy úgy kezdődik, hogy ünneplünk, aztán rögtön a passiót, a szenvedés történetet elevenítjük fel. A virágvasárnapi szentmise után következett a villőzés. Virágvasárnap idején a lányok körbejártak a faluban fűzfágakkal, amiket feldíszítettek. Minden ház előtt azt kiáltották, hogy van maguknak virágvasárnapjuk. Ha azt a választ kapták, hogy nincs, akkor tovább mentek. Ha azt a választ kapták, van, akkor elénekelték az egyik éneket. Utána a házgazdaszonya kijött és tojást adott a lányoknak. Az egyik ágat letörte, és a gajjal verte el a lányokat, azt kiabálva, hogy mind menjetek férjhöz. A helyi Ludas Matyi Művelődési Egyesület tagjai körbejárták a falut, jó kívánságaikat víve és szép húsvéti ünnepet kívánva a falubelieknek. Közben a szomorkás időt is napsütés váltotta fel. A villőzés hagyománya Felvidékről származik, mondta Ledenyák Lea. A Ludas Matyi Művelődési Egyesület népdaloktatója tanította meg a ludasi gyerekeket villőzni. Ahogy meséltem a gyerekeknek a próbán, ezekről a szokásokról, nagyon belelkesedtek is, ez az ő érdemük, ez az ő lelkesedésüknek az eredménye. A mi területünkön nem volt villőzés, de viszont a gyerekek nagyon lelkesek voltak és nyitottak voltak azért, hogy kipróbáljuk mi is ezt a szokást. A villőzésben a 12 fős Lilium népdalcsoport vett részt. Lea már tavaly eldöntötte, hogy a lányokkal megtanítja ezeket a villőző énekeket, és ugye már verseny is voltak, tehát énekverseny is ezekkel a dalokkal, és ha már megtanulják az énekeket, akkor ugye villőzzünk. A villőzés fő kelléke a különböző nagyságú villő ág, melyet felszalagoztak, esetleg kifújt tojásokkal díszítettek. Én készítettem, és úgy csináltam, hogy kiválogattam szalagokat, meg tollakat, és rákötöttem masniba, valamint belefűztem a tollakat az ágak közé. Mennyi ideig tanultátok ezeket a villődalokat, és hogy tetszenek neked ezek a régi, hagyományú villődalok? Hát egy-két hónapig tanultuk őket, és nekem tetszenek az ilyen régi hagyományok. Miért? Hát, hogy
megőrizzük a hagyományokat, meg szép dolog így énekelni, menni házakhoz. A villődalok eléneklése után a lányokat a házaknál tojással jutalmazták, süteményekkel és üdítővel vendégelték meg. Huszonöt éve ezen a napon támadta meg Jugoszláviát a NATO. A bombázások 78 napig tartottak, becslések szerint 2500-an vesztették életüket a támadásban, köztük 89 gyermek, több mint 6000-en pedig megsebesültek. A katonai tömb 19 tagországa azután támadta meg Jugoszláviát, hogy kudarcba fulladtak a tárgyalások Koszovóval kapcsolatban, és így szerettek volna véget vetni Slobodan Milosevic erőszak kampányának. A támadást az ENSZ biztonsági tanácsa nem hagyta jóvá. Az első légi csapásokat a NATO 1999. március 24-én este 19 óra 45 perckor mérte a stratégiai jelentőségű célpontokra. A bombázás megkezdésére vonatkozó döntést a történelemben először az ENSZ biztonsági tanácsának jóváhagyása nélkül kezdték meg. Javier Solana NATO főtitkár utasította a szövetséges erők akkori főparancsnokát, hogy kezdjenek légi támadást Jugoszlávia ellen. A katonai tömb 19 tagországa azután támadta meg Jugoszláviát, hogy kudarcba fulladtak a tárgyalások Koszovóval kapcsolatban, és így szerettek volna véget vetni Slobodan Milosevic erőszakkampányának. A bombázások során hidakat és iskolákat is bombáztak, valamint egészségügyi intézményeket, médiaházakat, nagykövetségeket, kulturális emlékműveket, templomokat és kolostorokat semmisítettek meg. Országszerte mintegy 2300 légi csapást hajtottak végre, 1150 vadászgép, 420 ezer rakétát lőtt ki. Az ország villamos energia kapacitásainak harmada megsemmisült. Két olajfinomítót, az újvidéki és a pancsovait is légi csapások érték. A bombázás június 10-én fejeződött be, amikor elfogadták az ENSZ Koszovóra vonatkozó határozatát. Ezt a jugoszláv hadsereg és a NATO Kumanovói szerződése előzte meg. Ebben vállalták, hogy a jugoszláv katonaság elhagyja a déli tartomány területét. A NATO légicsapások 78 napig tartottak. Az 1999-es NATO bombázások áldozataira emlékeztek ma Szerbia szerte, Belgrádban, Nisben és Újvidéken is. A központi megemlékezést pedig a toplicei hősök terén tartják ma este 8 órától. Belgrádban elsőként a Tasmajdani parkban helyezték el a kegyelet virágait a gyermek áldozatokra emlékezve. Bratislav Gašić belügyminiszter a Szerbia palota emlékfala előtt koszorúzott. Azoknak a rendőröknek az emléke előtt tisztelegtek, akik a szolgálatuk teljesítése közben vesztették életüket. Majd Nisben avattak új emléktáblát az áldozatok emlékére, amely az új koszovói hősök nevet viseli. Naša obaveza da čuvamo sećanje i zahvalnost prema tim srpskim junacima, da buduća pokolenja učimo vrednostima koje su nam oni ostavili, a to su hrabrost, odanost, solidarnost, nesebičnost, zajedništvo. A megemlékezésen más politikusok mellett részt vett Milos Vučević is. A szerb védelmi miniszter beszédében kiemelte, fontos megemlékezni a hősökről és az ártatlan áldozatokról is. Leszögezte, apák és nagyapák haltak meg azért a jogért, hogy Szerbia lakosai ma szabadnak mondhassák magukat. Ali njih je, kao i mnoge junake prošlih vremena, zao povod i nepravda primorala da umjesto da podižu i hrane, zaklanjaju brane ono što im je bilo najsvetije, svoje porodice i zemlju svojih predaka. Stradanje je bio njihov put. A központi megemlékezést, amelyen jelen van Alekszandar Vučić, szerb államfő, Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke, és Porfirije, szerb pátriárka is, Prokupjeban, a toplicai hősök terén tartják meg ma este 8 órától.
Oroszországban ma nemzeti gyásznap van. A Moszkva melletti Krókusz koncertteremben történt terrortámadásban elhunytakra emlékeznek. Az orosz nyomozóbizottság legfrissebb adatai szerint a támadásban 137-en vesztették életüket, és 180-an sebesültek meg. Vladimir Putyin orosz elnök tegnap kijelentette, hogy a támadás véres, barbár terrorcselekmény volt, és megígérte, hogy a bűncselekmény elkövetőit, szervezőit és megbízóit megbüntetik. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat tegnap bejelentette, hogy a merénylettel összefüggésben 11 embert vettek őrizetbe, köztük 4 személyt, akik közvetlenül érintettek a terrortámadásban. Megerősített védelmi készültséget vezetett be a szerb belügyminisztérium a bevásárlóközpontokban, a tereken és más forgalmas helyeken Szerbia szerte az oroszországi terrortámadást követően. A belügyminisztérium Instagram oldalán igyekszik megnyugtatni a lakosságot. Úgy fogalmaznak, vigyáznak az emberek biztonságára, ezért megerősítik a jelenlétüket Szerbia bevásárlóközpontjaiban és más forgalmas helyeken. Fotók is megjelentek, amelyeken járőröző fegyveres rendőrök láthatók. A biztonsági információs ügynökség tagjait is bevonták az akcióba. Havazott ma délután Zlatiboron és a Tarán. Zlatiboron mindegy 15 cm-es hóréteg alakult ki, a környező alacsonyabban fekvő tájakon pedig 5 cm. Uzsice és Borovaglava között betiltották a kamionforgalmat, rövid idő alatt alakult ki a hótakaró. Az illetékes szolgálatok tisztítják a terepet, a moravai körzetben is az esőzést hóesés váltotta, a hegyvidéki részeken néhány centiméter hó esett. A Jelica hegyen is havazást jelentettek, a térségben reggeli fagyokat jeleztek előre, ami a virágzó gyümölcsfákra jelent veszélyt, közölték a Csácsaki Gyümölcstermesztési Intézet szakemberei. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Az őstermelők és az árusok is felkészültek a húsvéti rohamra a szabadkai tejpiacon. Sziveri János költőre emlékeztek a Bánáti Muzsján. Megtartották vasárnap délelőtt Magyar Kanizsán az év első vásárát. A szervező Magyar Kanizsa helyi közössége számos programmal készült kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Igencsak megtréfálta a szervezőket, a kilátogatókat és az árusokat az időjárás. Délelőtt ugyanis inkább hűvös, esős idő várta azokat, akik elmentek az idei első magyar kanizsai vásárra. Kanizsán az első vásár szokott a legszebb meg a legnagyobb lenni. Sajnos most az idő nem engedi meg, hogy olyan sokan kijöjjönek, de emlékeim szerint nagyon sokan szoktak lenni, és az első nap, mikor kicsalja az embereket, az annyira kellemes. Az időjárás miatt a vártnál kevesebb portékát kínáltak az árusok, de a választék így is nagy volt. Virágok, ruhák, kézzel készített díszek, házi készítésű termékek várták a látogatókat. Mert az idő egy kicsit megviccel bennünket, de mindig minket tapasztalatta az a vásároknak, hogy a helyszínen várjuk meg, milyen idő legyen, ha rossz is lesz, ha később kijavul is, hogy ne otthon bálkonjunk, ha kisüt a nap, de valójában ez már a 40 éves tapasztalat, amint a vásározunk. A szervezők kisállatsimogatóval, ingyenes lovaskocsikázással, vérnyomás és vércukorméréssel, valamint igazi gasztronómiai különlegességekkel is készültek. Mi azért ugye, amit tudtunk, belefektettünk ebbe a mai vásárba is, gyerekprogramokkal készültünk, majd óvónők fognak érkezni, illetve majd ilyen nagy figurák jönnek még a gyerekeknek egy kis ilyen tavaszi húsvéti hangulatot teremteni, illetve lesz a felnőtteknek gépbemutató, traktorok, mezőgépek és fiákerozásra is lehetőség a mai vásárba. Magyar Kanizsán a következő vásárt június 23-án tartják meg. Az őstermelők és az árusok is felkészültek a húsvéti rohamra a szabadkai tejpiacon. Sonka, tojás, torma, barka. Ezekre van a legnagyobb kereslet az ünnepek előtt, de a tavaszi virágok, a húsvéti díszek, a színes tojások, a nyuszi figurák is orcsorakoznak már a standokon. Ugyan még van néhány nap húsvétig, de már javában vásárolják a sonkát, a kolbászt és a tojást is az ünnepi asztalra. A szabadkai tejpiacon vasárnap délelőtt nagy volt a tolongás a zöldséges standok előtt is.
A vásárlók többsége elkerülni az ünnep előtti tömeget, ezért amit csak lehet, előre megvásárol. A tojás 20 és 25 dinár közötti darabonkénti áron is kapható. Akadnak árusok, akik kreatív ötletekkel igyekeznek asztalukhoz csábítani a vásárlókat. Barkát megvettem, tormát megvettem, hát még majd a sonkát, kolbászt, most még húst, bárányt szoktunk, de azt még nem vettem még majd jövő héten. Mi a vélemény az árakról, mennyire elégedett? Hát egy kicsit felemelték. Mindig, mikor jön az ünnep, azért megemelik az árakat. Azt észrevettem, a tojás is, minden azért fölmegy. A megemelt árak pedig a vásárló erőre is kihatnak. Jelentősen csökkent a húsvéti asztalra kínált hentes áruk iránti kereslet a tavalyi évhez képest, panaszolta jugoszláv Strajinić hentes. Sonka 1600, domácsa kobasca 1200 i butkice 850 dimljena prirodna naša. Traže se prasetina i jagnjetina, ali dosta manje nego prošle godine. I slabija je prodaja nego prošle godine. A mángolt csomójáért 60 dinárt, az első osztályú krumpli kilójáért nagyban 90 dinárt, míg a zöldségért 260-280 dinárt is elkérnek a tejpiacon. Egy kilogramm paszternákért 200 dinárt kell fizetnünk. Hála Istennek, most már megkezdték a vásárlást, én ennek örülök nagyon. Mindjárt mondom, van a húsvéti torma, amit nagyon viszik, 400 dinár üvegre, tiszta házi torma, csak le van darálva. Kilóra van nekem 700 dinár, nagyon viszik a retkét, a retéknek az ára 40 dinártól 70 dinár csomóig, a nagyságtól függően. Az új hagymát viszik, van ezüst hagymám 50 dinár csomója, a vörös hagymának, de árpácsek, az még 30-40 dinár csomója, saláta 50-60 dinár darabjába kerülnek. A különféle friss zöldség és hentes áru mellett a húsvéti asztalra, a szebbnél szebb virágok és asztaldíszek közül is válogathatunk a szabadkai tejpiacon. Húsvétváró programmal kedveskedett virágvasárnap a belgrádi Collegium Hungaricum a szerémségi magyaroknak maradékon. Hagyományismereti, kézműves foglalkozások, virágvasárnapi szokásokhoz kötött népi játékok, mondókák, énekek vártak kicsikre és nagyokra. Moldvai táncokkal is készültek a szervezők a Budapesti Hagyományok Házából érkező népművészek közreműködésével. A maradéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben moldvai táncokban is gyönyörködhetett a közönség virágvasárnap. A kicsik pedig a kézműves, zenés, játékos foglalkozáson szorgoskodtak. A maradéki Csepregi Attila a fonál karkötője készítése közben mondott el egy locsoló verset. Tudok egy dalocskát. Mondd el nekünk azt a docsoló verset. Zöld erdőben jártam, kék kibolyát találtam, el akart herbadni, szabad elocsolgatni. A foglalkozásokat többek között Dobinski Csilla vezette, aki gyapjó és fonál technikákat tanított a gyerekeknek. Eközben népi játékokat, Sándor József Benedek napjához fűződő mondókákat, énekeket tanulhattak a kicsik. Sőt, hangszerbemutatót is tartottak a Budapesti Hagyományok Házából érkező népzenészek. S a virágvasárnapi népszokásokhoz leginkább a búj-búj zöldágas, zöldágok behozatala jellemző. Igazából felvidéken maradt egy olyan szokás, ami összeköt kettőt, ahol a kiszebábot, azaz a tél jelképét vagy elégetik, vagy vízbe dobják, és utána viszont friss zöldágakat feldíszítve hozzák be búj-búj zöldág, meg egyéb énekekkel. Első ízben szerveznek maradékon a húsvéti ünnepkörhöz fűződő, hagyományokkal kapcsolatos, ismeretterjesztő foglalkozást. A terv, hogy húsvét hétfőn Lóháton induljanak a maradéki legények lányokat locsolni. Maradékon most a Hagyományok Házával együtt valósítunk meg egy programot így a Collegium Hungaricum szervezésében. A program lényege igazából a virágvasárnap köré fókuszálódik. Olyan dolgokról fogunk itt most bemutatót látni, hogy citera koncert, moldvai táncok, népi játékok, illetve szeretnénk kézműves foglalkozással is kedveskedni 0-tól 99 éves korig mindenkinek. A virágvasárnapi eseményre maradékról és a környező településekről érkeztek. A
Holnap lenne 70 éves Sziveri János költő. Születésének évfordulója alkalmából szülőfalujában a Bánáti Muzsján Sziveri emléknapot tartottak. A megemlékezés két helyszínen zajlott, a falu központjában álló mellszobornál és a költő családi házánál, ahol elhelyezték a kegyelet virágait és verseivel emlékeztek rá. A költő emlékét szülőfalujában a Sziveri János Művészeti Színpad őrzi, immár 31 éve. Az emléknap keretében pedig megkoszorúzzák a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székháza előtt 2020 óta álló mellszobrát. A tragikus sorsú költőre ezúttal Mák Andrea, a Művészeti Színpad tagja emlékezett. Szerintem ő egy nagyon vagány, szókimondó, őszinte ember volt, akinek nem voltak gátlásai, tehát hogy akár egy felette álló személy is lehetett ő, akkor megmondta a szemébe azt, ami a szívén volt, és az igazságért állt ki mindig is, ezért hangsúlyozom folyton, hogy olvassuk a verseit, főleg muzsaiakként, hiszen itt innen származik ő is, idevalósiak vagyunk mi is, és mi vagyunk a legközelebbiek szerintem hozzá. A családi házban Kovács Jolánka beszélt a költőről, majd megkoszorúzták az épület homlokzatán álló emléktáblát. Hogy elégedett lenne velünk, vagy azzal, hogy hogyan emlékezünk rá, vagy hogyan él bennünk, vagy a muzslaiakban, hogyan él. Hát erről sokat lehetne beszélni, mert nem minden muzslaiban él egyformán. Nagyon sokan ismerték, de viszont azok, akik szeretik az irodalmat, akik ismerik a verseit, biztosan, hogy él bennük, és fontos nekik, és hiszem, hogy büszkék is rá. Hát még egyszer arról, hogy mennyire lenne elégedett, biztos jókat beszélgetnénk erről vele, bár úgy lenne. A sors úgy hozta, hogy Sziveri Emese, a költő unokája nem ismerhette meg a nagyapját. Verseinek olvasásával, azok tolmácsolásával próbál valami közöset találni vele. Mint vallja, ez nem könnyű feladat. Egy laza, öntudatos, határozott ember volt, amit nagyon szeretek, és szeretném, hogyha ez a tulajdonság bennem is megtalálható lenne, és hiszem, hogy egyébként meg is található egyrészt. De szerintem ő valójában egy kigobozhatatlan személyiség. Őt nem igazán lehet megismerni. Szerintem még a legközelebbi barátai is nagyon nehezen tudnak mondani róla bármilyen olyan mondatot, ami igazán leírhatná őt, mint személyiséget. Sziveri János 1954. március 25-én született Muzsján, és 1990. február 1-én hunyt el, 36 évesen Budapesten. Verseit a megemlékezésen Mák Andrea, Sziveri Emese, Molnár Lábadi Csilla és Kovács Jolánka szavalták. Pár év kihagyás után újraindult a budapesti színházak éjszakája. A magyar fővárosban 44 színház nyitotta meg kapuit, köztük a Budapesti Operett Színház, a Budapest Báb Színház, a Duma Színház, a Fame Arts and Café és még sokan mások. A Loop Színházi Társulása a Magyar Népmesék nyílt próbájával várta az érdeklődőket a Marcibányi téri művelődési központban. A budapesti színházak éjszakáján résztvevő teátrumok egyedi programokkal várták az érdeklődőket. A Loop Színházi Társulás csapata mesedarabot próbált, amelyet Horváth János Antal rendez a közönség bevonásával. A Lupe Színháznak több előadását láttuk. Nagyon tehetségesek, nagyon jó színészek vannak közöttük, és pontosan ezért nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők itt milyen programot állítottak össze számunkra. Mit várnak a mai eseménytől? Tulajdonképpen azt várom, hogy megmutatkozzon minden színész egymás után. Üdítő színfolt a Lupe Színház vállalkozása. A Lup Színházi Társulás azzal a céllal jött létre, hogy olyan témájú előadásokat vigyenek színpadra, amelyek társadalmi problémákat dolgoznak fel, és tabudöntögetők is. Igazából azt találtuk ki, hogy kicsit mutatunk abból, hogy mi hogy szoktunk dolgozni, veszünk alapul magyar népmeséket, és kicsit viccesen, kicsit komikusan, kicsit bemutatva azt, hogy milyen formában és rendszerben dolgozunk mi, megmutatjuk, hogy az első pillanattól az utolsóig hogyan épül fel egy színházi előadás másfél óra alatt.
A Loop Színházi Társulás műsoráról részletesebben a www.loop.hu weboldalon olvashatnak. Virágzik a tavaszi hérics. A látványos, fokozottan védett vadvirág a Közép-Bácskai Krivaja-patak Lipári völgyében is honos. A Topolyai Árkusz Környezetvédő Egyesület 6. alkalommal szervezett sétát annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a ritka növényfajra. A hideg idő ellenére is sokan érdeklődtek a hérics túra iránt. A Kúlakösségben található Lipári völgy a Krivaja folyó völgyhálózatához tartozik, ahol nőszgyepi növényfajok is megtalálhatóak. A kényelmes 40 perces séta során ezekről hallhattak a résztvevők, majd élénksárga színeivel előbukkant a tavaszi hérics, az év egyik első vadvirága. Másodszor vagyok a hérics túrán, 2 évvel ezelőtt voltam, és szerettem volna megnézni, hogy még mindig ugyanúgy virágoznak-e, vagyis hát kevesebb vagy több virág van, hogy áll az élőhelyük. Még mindig lehet sokféle érdekes dolgot hallani a túravezetőnktől. De nagyon fontos, ne hagyjuk kiveszni a növényeket, amik már évek óta, még évezredek óta, vagy évszázadokon át itt ezen a részén nőnek. Hagyjuk, hogy továbbra is nőjönek. Nem kell mindent kiirtani. Szép, szép. Így a természet egységét őrizzük meg. A tavaszi hérics veszélyeztetett faj, ugyanis kevés az érintetlen lőszpuszta gyep. Élőhelyét vagy felszántották, vagy pedig olyan invazív telepített fajok, mint az akácfa szorítják ki élőhelyéről. Pár évvel ezelőttig a növényzet leégetése is gondot okozott. Talán egy picikét hamarabb kezdődött meg a virágzás, mint általában szokott, de nem sokkal, hiszen most is még a virágzás első felében járunk. És hát szerencsére azért évről évre járunk ki a túra keretén belül, és egyébként is figyeljük őket. Tehát most még egyébként az akác borítottság, illetve az, hogy a fák egyre jobban fejlődnek, most még akkora nagy hatás nem gyakorol rájuk. Fontos lenne az akácosok visszaszorítása és a gyepek legeltetéssel, kaszálással történő gondozása, ugyanis így módon tudnák megőrizni a lőszpuszta gyepek ökoszisztémáját. A vakbél műtétje után lábadozó Carlos Sainz Jr. a Ferrari spanyol versenyzője nyerte a vasárnapi Forma 1-es ausztrál nagydíjat, melyet a címvédő és háromszoros világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland pilótája műszaki hiba miatt feladott. A 29 éves Sainznak ez pályafutása 3. futamgyőzelme, és az első Ausztráliában, ahol eddig még dobogóra sem sikerült állnia. A Ferrari 2 sikernek örülhetett, másodikként ugyanis Sainz csapattársa a monacói Charles Leclerc zárt, még a 3. helyen Lando Norris, a McLaren brit pilótája végzett. Verstappen sorozatban 9 futam győzelem és zsinórban 43 pont szerző helyezés után esett ki a Forma 1-es viadalról, legutóbb 2022-ben éppen Melbourne-ben kényszerült kiállni. A VB 2 hét múlva a Suzukában a japán nagydíjjal folytatódik. Híradónk végén egy tragikus hír. A nézők közé hajtott egy autó a magyarországi Esztergom nyerges rallin. Az eddig tisztázatlan okból kisodródott versenyautó 11 embert sodort el, akik közül 4 életüket vesztették, 7 pedig megsérültek. A tragédia helyszínére mentőhelikopterek és mentőautók érkeztek, a versenyt leállították. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség vezetősége az MT-n keresztül részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak és a családtagoknak. Közölték, hogy a baleset körülményeit a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kivizsgálják. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap kiemelt hírei címszavakban. Virágvasárnap van, a nagy hét kezdete a keresztény ünnepkörben. A katolikusoknál ilyenkor kezdődik a nagybőjt utolsó legfontosabb hete. 25 éve ezen a napon támadta meg Jugoszláviát a NATO. A bombázások 78 napon át tartottak. Nemzeti gyásznap van ma Oroszországban. A Moszkva melletti Krókusz koncertteremben történt terrortámadás áldozataira emlékeznek. Megerősített védelmi készültséget vezetett be a szerb belügyminisztérium a bevásárlóközpontokban, a tereken és más forgalmas helyeken az oroszországi terrortámadást követően.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Folytassák velünk az estét. Minden jót, viszontlátásra!